Kéményi Tamás, az egyik legismertebb magyar harmonikás is az oktatók között volt az idei harmonikatáborban. Ez már a harmadik alkalom, hogy az ifjú muzsikusok összegyűltek egy továbbképzésre. A harmonika egy nagyon-nagyon sokszínű, fantasztikus hangszer, bármelyik népnek a zenében megtalálható, tehát azt gondolom, hogy legyen az orosz, vagy bolgár, vagy szerb, vagy francia, német, tehát valami svábos muzsika, vagy éppenséggel magyar, mindegyik fantasztikusan megszólaltatható rajta. Én ugye elég sokféle hangszer közelében vagyok, már csak abból következően is, hogy nagyon sok kisgyereket tanítok, és ők mindenféle hangszerrel játszanak. Az egy külön pikantériája a dolognak, hogy édesapám ugye harmonikás és trombitás is egyben, úgyhogy mind a két gyakorláshoz szokva vagy szoktatva vagyok. De itt, ahogy megfigyeltem már tavaly is, idén is, ahogy megérkeztek a gyerekek, egyrészt nagyon-nagyon várták a tábort, másrészt pedig tényleg olyanok, mint a teknős békák, csak megfordulnak és elő húzzák, vonják magukon a hangszert, tehát innentől kezdve elindul a gyakorlás, le nem teszik, és mindenki, a nagyobbak mutatják azt, hogy hogyan kéne a kisebbeknek is, ide tedd az ujjad, oda tedd az ujjad, ezt így kéne jobban megcsinálni, és a nagyok ügyesen irányítgatják a kicsiket, a kicsik felnéznek rájuk, és azt hiszem, hogy ez a dolog, ez a közösségi szellem, illetve hát az, hogy egy ilyen csodás környezetben lehetünk, Bátalpátiban, az Apponyi kúriában, ez így mind-mind hozzáad ehhez az életérzéshez. Egyre többen vonzódnak, és egyre többen választják hangszerükről a harmonikát. Ez mindig szoktam mondani, és több helyen már elmondtam, hogy ez talán annak köszönhető, hogy a 2000-es években, vagy a 2010-es években több neves előadó is bekerülhetett a tévébe, Szabó Ádám, Demenik Nisi is, aki nagyban hozzájárult ahhoz, hogy országosan is gyakorlatilag elnyerje a harmonika azt a szerepét, hogy ne csak a vendéglátóhelyeken, vagy ne csak mulatozó zenét lehessen rajta játszani, hanem szinte mindenféle műfajban megállja a helyét ez a hangszer. Táncosaim is itt zenélnek, és a Kreinzlein Néptánc Egyesületek is nagyon fontos, hogy a harmonika utánpótlás meglegyen a kíséret miatt is, és személy szerint is nagyon fontosnak tartom, hogy ez a harmonika oktatás ez tovább menjen, és a Bonyhádi Német Önkormányzatnak is nagyon nagy kihívás ez, mert régóta szerettük volna ezt megvalósítani, hisz Bonyhádon csak a 60-es években volt harmonika oktatás. Férjem és Pece István akkor már együtt zenéltek, és nem csak akkor zenéltek együtt, hanem később is évtizedeken keresztül a Tiket zenekarban kísérték a Kreinzlein Néptánc Egyesületet, a férjem vezetett harmonika zenekart még a 80-as években Mórágyon és Cikón. Sajnos ez megszűnt, szerette volna később ezt folytatni, de sajnos a halála ezt nem tette lehetővé, és nagyon örülök annak, hogy a legjobb barátja, Pece István ezt átvállalta, és itt már 3 éve Bonyhádon elindult a harmonika oktatás.